Első fejezet. Egyedül volt, pedig ettől irtózott a leginkább. A nép, melyből származott, törzsekben élt, és a vérségi kötelék mindennél többet jelentett a számukra. Ő azonban egy olyan ritka adottsággal született, melynek segítségével képes volt érzékelni és használni az erőt. Ami egyben egy sokkal tágasabb, idegen fajokkal teli világegyetembe vezető ajtót is megnyitott előtte. Egy darabig, még azután is, hogy elhagyta a Jedi templomot, ha akarta, képes volt érzékelni a többieket az erőben. Aztán eljött az idő, amikor ez már nem ment. És ahogy lassacskán kilazult a kapocs, ami a többiekhez fűzte, egyedül maradt. Ennek csupán egyetlen előnye akadt, bármiféle döntés is hozott, nem kellett másokra is tekintettel lennie. Csak önmagára. Enni vagy nem enni, megjavítani a tönkrement motivátort vagy nem, aludni és álmodni, vagy nem. Amikor tehette, próbált nem álmodni, de sokszor nem csak rajta múlt, és ez erre a napra különösen igaz volt. A birodalom napja, amit a magvilágoktól a külső gyűrűig, hol több, hol kevesebb lelkesedéssel, minden felé megünnepeltek. Parádékkal, felvonulással, munkaszünettel és tűzijátékokkal fejezték ki a rend és biztonság fölötti örömüket, melyet Palpatine császár hozott el nekik. Bár ez még csupán az első ilyen alkalom volt, amikor az újonnan alapított birodalom egyéves fennállását ünnepelték, a dolog már is idegesítette a szókát. A Mandalort felperzserték, s bár neki, Rexnek és a többieknek ugyan sikerült a javát megmenteniük, az örömünnepet azonnal betiltották. Méghozzá olyan hideg brutalitással, ami egészen elképesztette a lányt. Ásla, rántotta vissza egy hang a jelenbe. Gyere, különben le fogod késni az ünnepséget. Annak is megvolt a maga előnye, ha valaki a peremvidéken élt. Kevés lakos és tessék-lássék szervezett közösségek, ahol mindenki olyan nevet viselt, amilyet csak akart, és ahol könnyű volt eltűnni. Egyedül arra kellett ügyelnie, hogy lehetőleg olyan bolygót válasszon lakhelyéül, amit távol esett a főbb hiperül útvonalaktól. És bár a külső gyűrűben amúgy sem sok olyasmi akadt, ami számot tartatott volna a birodalmiak figyelmére, Ahsoka igyekezett a lehető legkietlenebb, legérdektelenebb helyeket választani, ahol mindenképp elkerüli a feltűnést. Egyedül azzal nem számolt, hogy a szomszédainak, a Fardi családnak, mintha minden üzletben benne lett volna a keze a Tabeszkán. És valamiért megszánták az idegenből idegkeveredett gyereklányt, aki bármilyen tartózkodón is próbált viselkedni, hamar a szárnyuk alá is vettek. Ennek ellenére a Tabeszka megfelelt Ahsokának. Csöndes, poros hely volt, és éppen annyi idegen akadt errefelé, hogy egy togruta lány már pont nem szúr szemet senkinek. A helyiek vízzel és egyszerűbb nyersanyagokkal kereskedtek, de csak igen szűk keretek közt, és itt még a csempészek álla is majdnem felkopott. Olyan világvégi porfészek volt ez a hely, hogy itt egyetlen magára valamit is adó űrkaló sem állt volna meg. Olyan, ahol Ahsla új otthonra találhatott. Itt vagy? Kiabálta kintről egy lány. Milyen boldognak tűnik, gondolta Ahsoka. A birodalom napja akkor sem valami izgalmas, ha az ember bedől a csinadrattának, meg a propagandának. Úgyhogy az a legvalószínűbb, hogy a lányok megint kitaláltak valamit. Lehet, hogy most engem is beavatnának a részletekbe. Gyorsan sorra vette a lehetőségeit. Azt mindenki tudta róla, hogy szeret egyedül sétálni a pusztaságban. Odakint nem akadt semmi, ami veszélyes lett volna, legalábbis ő ránézve. Így nyugodtan meditálhatott úgy, hogy senki sem zavarta. Ha pedig valaki eközben kereste, mindig készen állt a válasz, sétálni ment. Csöndben feltápászkodott, és átvágott az aprócska ház egyetlen szobáján. A lakás még a helyek mércéjével mérve is szegényesnek számított, de ha volt valami, amire a Jedi templomban töltött évei felkészítették Ahsokát, az az egyszerűség volt. És ha egyszer innen is mennie kell, legalább nem lesz szép háza és sok drága holmia, amik miatt aggódnia kellene. Csak a fegyverei. Próbált nem gondolni az üres fegyverövre, ami, bár nem hordta, nap mint nap arra emlékeztette, aki valaha volt. Itt vagy, Ahsla? Kérdezte a lány, most már jóval türelmetlenebbül. Ahsoka úgy döntött,
nem állt megtudnia, hogy miről is van szó, még mielőtt úgy dönt, hogy mégiscsak kimenekül a pusztaságba. Jövök már, egy pillanat, kiáltotta, és igyekezett nagyon lelkesnek tűnni. A Fardi családdal, aminek egy kicsit mindenhez köze volt, ami a bolygón történt, már a megérkezése napján összeismerkedett. Ha rajta múlik, Ahsoka elkerülte volna őket, a fiatalabbak azonban, akik amolyan pótnővérként tekintettek rá, pillanatok alatt megkedvelték, és csak néhány igen súlyos sértés árán lehetett volna levakarni őket. Ahogy kinyitotta az ajtót, egy egész csapat kamaszlány várta, és Ahsokának kellett egy pillanat, még legyűrte a beléje égett reflexeket, amik arra intették, hogy egy ekkora tömeg általában semmi jót nem jelent. Finoman megérintette őket az erő segítségével, de ha volt is bármi, ami veszélybe sodorhatta volna, ahhoz ezeknek a lányoknak semmi köze sem volt. Most azonnal velünk kell, gyere ás le, mondta a legidősebb. A Fardi családban olyan sok gyerek volt, hogy Ahsokának sokszor bizony gondot jelentett visszaemlékezni rá, hogy melyiküket hogy is hívják. És ahogy végig siklott rajtuk a tekintete, kellemetlen érzés kezdett erőt venni rajta. Mintha elfelejtett volna valamit. Aha, bologatott egy 5 éves forma kislány. Apusnak díszvendégei vannak, akik mindenkivel szeretnének találkozni, aki csak nemrég érkezett. Úgyhogy neked is jönnöd kell. Majd ott ülsz velünk a parádé meg a légi bemutató alatt. Annak ellenére, hogy már egy éve itt élt, amíg Anakin Skywalker tanítványa volt, ennyi időt emlékei szerint nem is töltött egy végtében egy adott helyen, Ahsoka még mindig új jövevénynek számított. Sok hajó érkezett, mondta a legidősebb lány olyan óvatosan, mintha csak attól tartott volna, hogy valaki kihallgatja őket. A légi parádéra. Mindenhonnan. És gondolhatod, hogy milyen pocsék a biztonság a rengeteg díszvendég miatt. Itt, a semmi közepén, a díszvendég tiszta ruhát jelentett, tekintve, hogy a szél hordta por miatt, errefelé még a jómódúak is folyton tetőtől talpig koszosak voltak. Ahsoka lelki szemei előtt finom szemű hófehér pollár bolított, egyenruhás birodalmiak képe jelent meg. Igen, ezek még így is lenyűgöznék a tabeszkaiakat. És azzal is tisztában volt, hogy mit tenne a Fardi család, ha egyszer megjelennének a birodalmiak. Ott volt nekik a szerteágazó családi vállalkozás, a rengeteg rokonról és gyerekről már nem is szólva. Nyilván bármit elmondanának és megtennének, csak hogy békén hagyják őket. Ahsoka ezért még csak nem is tudta hibáztatni őket. De az, hogy mielőtt feladták volna, elküldték ezt a pár gyereket, hogy Ször mentén figyelmeztessék és felhívják a figyelmét a dokkokra, ennél többet nem is várhatott volna el tőlük. Úgy tűnik, ez az egy év épp elég volt, hogy jó benyomást tegyen a helyiekre. Szerintem menjetek nyugodtan előre, biccentett az a legidősebb lánynak. Mindenképp szerette volna, ha a lányok tudják, milyen hálás nekik a kockázatért, amit a kedvéért vállaltak. Kicsit elaludtam ma reggel, úgyhogy muszáj lesz gyorsan rendbeszednem magam, mert így mégsem mehetek a parádéra. Addig is megtennétek, hogy foglaltok nekem egy helyet? Persze, ígérték a kislányok, de siess! Egyedül a két idősebb maradt csöndben, és terelte vissza a többieket a városközpontba. Ahogy bezárodott mögöttük az ajtó, Ahsoka azonnal elkezdte magára kapkodni a ruháját, és közben lázas sietséggel járt az agya. Mi hamarabb el kell tűnnie. Sok mindent nem kell összepakolnia, úgyhogy ezzel sem veszít időt. Feltekerte az ágymatracát, aztán a padló egyik félrehúzható eleme alól, gyorsan előszedte az elmúlt év során összespórolt kis pénzecskéjét és a sugárvetőjét. Mindent egy zsákba pakolt, majd csuklyás köpenyt húzott, ami majdnem teljesen elrejtette az arcát. Tudta, nem sokára új köpenyt kell vennie, megint nőtt egy keveset, és ez a csuklya hamarosan már nem fogja tudni elrejteni a fejcsápjait. Ahogy bezárta a háza ajtaját, talán utoljára, túlságosan is ismerős hang ütötte meg a fülét. Kezdetét vette az erőfitoktatásnak is beillő légi parádé, a birodalom legmodernebb vadászgépeinek szereplésével. Az eget tájvadászokkal is tolták össze, és közben megállás nélkül katonai indulók harsogtak a házakra kiaggatott hangszórókból. Elképzelése sem volt, mi vonzott ide ennyi birodalmit, de volt egy olyan érzése, hogy nem a parádé. A Fardi családon kívül ez a bolygó legfeljebb porral szolgálhatott a külvilágiaknak.
és talán egy kiugrott Jedi tanonccal, aki túlélte a 60-as parancsot. Két rohamosztagos fordult be a sarkon, és Ahsoka egy pillanatra megdermedt. Ezek már nem klónok voltak, hanem újonnan besorozott emberek, akikben nem volt semmi ismerős. Te meg miért nem vagy a parádén? Mordult az egyikük a lányra. Oda tartok, uram, dünnyögte Ahsoka, és ügyelt rá, hogy közben végig takarásban maradjon az arca. Reggelig a pusztában vadásztam, és odakint könnyen elveszti az időérzékét az ember. Na tűnés, intett a katona fenyegetően, miközben a másik a kommunikátorával babrált. Boldog birodalom napját, mondta Ahsoka, majd befordult a legközelebbi sikátorba, és a zeneszóval teli belváros felé indult. Nem állt meg, hogy lássa követike, hanem azonnal felugrott az első erkélyre, és meg se állt a tetőig. A belvároshoz közeledve a házak is takarosabbak voltak, és a helyiek igyekeztek a lehető legközelebb építeni egymáshoz őket, hogy valamit spóroljanak a költségeken. A magas falú, lapos tetejű épületek remek, ha nem is igazán kényelmes menekülési útvonalat kínáltak. S annak ellenére, hogy épp szökésben volt, Ahsoka sokkal jobban érezte magát, mint az elmúlt egy év során bármikor. Nem használta az erőt. Nem lett volna értelme felesleges kockázatot vállalni, de nem is volt rá szüksége. Annak idején még a kiképzése során arra készítették fel, hogy ennél sokkal nehezebb terepen is képes legyen elboldogulni. Ahányszor lepillantott, mind több és több rohamosztagosra figyelt föl az utcákon. Ezek azonban járőrnek látszottak, és nem úgy tűnt, mintha célirányosan keresnének valakit. Ám bár ki tudja, mit jelentett a rádión az a páros, amelyik megállította. A következő magas épületsor mögött már látszottak a dokkok. A környéken két űrkikötő is volt, mindkettő a Fardi család tulajdonában, és a kettő közül ez volt a kisebbik. A másik helyen nyilván több hajóból válogathatna, és valószínűleg a feltűnést is könnyebb lenne elkerülnie, ezt a helyet viszont a zárt hangártető felől is meg lehetett közelíteni, és a lány úgy döntött, itt próbál szerencsét. A legtöbb jármű birodalmi volt, azaz nem jó célpont. Az ilyeneknek mind van azonosítója, és nyomkövetőt is szereltek rájuk. Vágyódva mustelete az egyik csapatszállítót, a fél életét efféle hajókon töltötte, és tökéletesen ismerte a felépítésüket és képességeiket. De most nem kockáztathatott. Helyette egy apró cirkálatot nézett ki magának. A dokk hátsó traktusában pihenő hajó a Fardi család tulajdona volt, egyike azoknak, amiket legálisan használtak, és amiken időről időre Ahsoka is dolgozott. A lány ügyes szerelő volt, és megbízható munkájával viszonylag hamar sikerült elnyernie a helyiek bizalmát. A hajó közelében sehol sem látott őrt. Ahsoka nem tudta eldönteni, hogy ez most csapda, hogy a birodalmiak tényleg szinte minden fegyverest a parádéra vezényeltek ki. Akárhogy is legyen, tartott tőle, hogy ilyen lehetőség nem adódik még egy. A kikötő egész területén 20 őrt számolt. Ha nyíltan használta volna az erőt, akár ennyivel szemben is megállta volna a helyét, de most csak egy sugárvetője volt. Anaki nyilván berontott volna közéjük, és azt sem érdekelte volna, hogy közben megsérülhet. És ő fénykar nélkül is olyan gyors és halálos harcos volt, hogy talán még sikerült is volna ártalmatlanná tennie az őröket. De akkor sem lett volna képes feltűnés nélkül intézni a dolgot. Akárhova is ment, a régi mestere útját, mintha mindenhol robbanások és holttestek szegélyezték volna. Ezzel szemben Obi-Wan mester nyilván megpróbálta volna szép szóval és ügyes fortélyokkal egyengetni az útját. Ami végül rendszerint szinte ugyanannyi robbanáshoz és kalamajkához vezetett. A régi szép idők, sóhajtott Ahsoka, de azoknak már vége. És jobban tennéd, ha tudomásul vennéd, hogy most már egyedül vagy, és csak magadra számíthatsz. A többieknek vége. Meghaltak. Már csak te maradtál. Összekuporodott, majd mintha rugóra járnának az izmai, levetette magát az alantfutó sikátorba. Ahogy leért, előhúzta a pisztolyát, kioldotta a biztonsági reteszt, és a pillanatok alatt túltöltődő fegyvert a földre helyezte. Végig rohant a keskeny utcán, majd átvetette magát egy alacsony kőfalon, és már is egy családi ház apró belső kertjében volt. Néhány lépéssel átszelte, átugrott a szemközti falon, és a túloldalon kanyargó utca már a légi kikötőhöz vezetett.
Épp egy apró téren vágott át, amikor a sugárvető felrobbant. A rohamosztagosok azonnal és hibátlanul reagáltak. Kettes oszlopba fejlődve, kibiztosított fegyverrel a kézben siettek a detonáció helyszínére. Néhány őrt ugyan hátrahagytak, de ez a kis közjáték már is sokat javított Ahsoka esélyein. A lány hajótól hajóig, jókara fémládától műanyag konténerig osont, úgy, hogy közben végig rejtve maradjon a birodalmiak szeme elől. Egy perc, és már a cirkáló rámpáján osont fölfelé. Egy újabb, és már a pilóta fülkében ült. Remélem, semmi fontosat nem viszek el, dünnyögte magában, hálát adva a gyerekeknek, akik idejében figyelmeztették. És köszönöm a hajót. A hajtóművek abban a pillanatban keltek életre, amikor a rohamosztagosok visszatértek a hangárba. A hajó energiapajzsai játszik könnyedséggel hárították a kézi fegyverek lövéseit, és mire felállíthatták volna a nehéz lövegeket, a cirkáló már rég a levegőben, és bőven lőtávolon kívül volt. Ahsoka Tano ismét útra kelt, bár egyelőre még maga sem tudta, hová is tart.